Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Gál Völgyi János. Jó reggelt kívánok, én pedig Sipos Verával várom önöket. Sipos Vera színésznő, költő, író, koreográfus. Mit hagytam ki? Vagy ez sok, Vera? Sok. Jó reggelt akkor kívánok. Akkor válaszok belőle valamit. Hát a színésznő. Színésznő. Igen. Én megmondom őszintén, amikor ezt olvastam magára a Wikipédiában, bár ott annyi hülyeséget írnak, de hogy költő, író, koreográfus, de lehet, hogy valami riportjában írtak magáról ilyen szépeket, akkor rácsodálkoztam, mert én színészreként fedeztem fel magát vele. Nem 20 éve, hát egy 2-3 éve volt, ugye a Rózsa Völgyiben Szervét Tiborral játszottak ott egy darabot, vagy játszanak a mai napig, ugye? Igen, igen, még mindig megy. Hol tartanak? 87. volt most. Ez szép. Szóval én ott fedeztem föl magát magamnak, és akkor ugye elkezdtem figyelni, mert szeretem nagyon, hogyha fiatalokat látok, és akik megérdemlik azt, hogy az ember odafigyeljen rájuk, és akkor nekem valahogy úgy mondom, mi van ebben a Szervétől érdeklődtem, ne érts a féle közeledésemet, de szakmailag érdeklődtem, és aztán valahogy úgy nem hallani magát, nem hallottam magát az utóbbi időben, bár most egy picit igen, de mondjam vele, hogy mi van azóta magával. Én mindig meg vagyok lepődve, amikor egyszer csak az emberre ráaggatnak ilyen hivatásokat, mint költő, koreográfus, író, és attól függetlenül, hogy egyébként esetleg ír verseket. Nem, hanem hogy mondjuk ezekben is kipróbálja magát. Én ezektől mindig megijedek, aztán hagyom, mert már elfogadtam, hogy a média ilyen. Most a legutóbbi az, hogy egy darabnak én írtam a szövegét, és másnap azt olvastam, hogy én írtam egy drámát, és azt mindig nagyon meglepődöm, hogy de várjál, hát akkor tisztázzuk, mert akkor ugorjunk a végére, beszélgetés végére. Írt egy darabot, de nem írt egy darabot. Ez 10 oldal, ha jól tudom, amit maga leírt. 14. 14, látja, hogy félretájékoztatják az embereket. Tehát 14 de 10 oldal. Körül, igen. Hát akkor az mi? Én úgy szoktam hívni, hogy libretto, tehát mintha egy operának lenne a librettoja, mert hát ez egy mozgásos. Igen. Igen. Mert azért ez egy mozgással teli előadás, és nagyon pici jelenetek ezek, amik van, hogy nagyobbak lettek, de hogy nagyon sok, tehát egyenértékű benne a mozgás meg a szöveg, és ezért hívom librettónak. Mert... Akkor én még nem láttam, de majd akkor mondja meg, hogy hol láthatom. Jó, én. Igen. Jó. De akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy ilyen örkény egypercesek vannak most idézőjelbe téve? Igen. Tehát prózában beszélünk valamiről ketten, és utána eltáncoljuk, vagy eltáncolják? Vegyes, vannak rendes jelenetek, tehát párbeszédes jelenetek, és vannak picik is ilyen, tényleg ilyen örkényegypercesszerű történetek. Úgyhogy ez egy teljesen vegyes felvágott ilyen szempontból. Ez egybefüggő, tehát kiad egy kerek történetet. Igen, igen. Hát annyiban kerek, hogy egy családnak a különböző figurái és az életükből egy-egy jelenet. Nem kérdezem meg, hogy miről szól, mert a Megedős Géza bácsi szerint legnagyobb hülyeség megkérdezni, miről szól egy darab, mert elmondani marhaság. Hát, de hogy ez magának valami olyan dolog volt, ami kikívánkozott magából, vagy meg akarta mutatni? Igen, részben. Én alapvetően nagyon gyerekkorom óta írok, főleg verseket, és valahogy most decemberben úgy meguntam ezt a szenvedős, szerelmes ilyen-olyan költészetet, és elkezdtem ilyen kicsit groteszk történeteket írni, teljes mértékben fikciókat, amit egyébként előtte nem, vagy mondjuk még gyerekkoromban írtam ilyesmiket, és ezt elkezdtem nagyon élvezni, ilyen 10-12 mondatos mini történetek, számomra fontos keresztnevekkel, vagy ilyen beszélő keresztnevekkel, és ahogy Sós Attilával elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mit csináljunk közösen, valami miatt szóba került egy ilyen történet, és ezért megmutattam neki, hogy miféle dolog érdekel most engem, és annyira rákapott erre, felolvastam neki 2 vagy 3-at, hogy akkor rájöttünk, hogy ez egy jó kiindulási pont, tehát akkor legyen ez a szöveg, színpadra. Igen, hogy ez föl lehet tenni színpadra, őt nagyon elkezdte inspirálni. Én ennek nagyon örültem, és akkor elkezdtem hozzáírni, és ahogy kiderült, hogy hogyan lehet ebből valami szövetet csinálni, úgyhogy mégiscsak egy kerek előadás legyen, akkor még írtam hozzá jelenetet, ahol hiányzott, és akkor az már igazi jelenet volt, ott mindig nagyon szorongtam, hogy de hát én azt nem tudok, de aztán másnapra csak-csak megírtam. Úgyhogy és kik a társak ebben? A Trojka Társulat magja, Bárnai Péter, Nagy Dóra, Lukács, igen, a Sanyi, igen, csak én így tudom, igen, Lukács Sándor, és a János Kulka,
ismét csatlakozott a csapathoz, Maga Sós Attila és én játsszuk. Hát akkor kell álljunk meg egy pillanatra, hogy ő mit csinál benne. Játszik. Szöveget is mond? Igen. Jaj, de nagyon jó. Így van. Jó? Nem kulkázunk, pedig hát igen. Hosszasan jó lenne beszélni róla. És akkor azt mondta a trojka társad, én felírtam magamnak, és oda tettem baromi nagy kérdőjeleket, hogy miért nem tud, szóval hol játszanak maguk, vagy kik maguk, vagy mi az a trojka? Mert aztán majd mondom, mert olyanoknál van maga, hogy fortetársat, Jurányi Gólemet tudom, tápszínház, az a Vajda Vili. Igen, tápszínház az nagyon régen nem tápszínház, azon az még a főiskola utáni pár év volt. Bera, és akkor a főiskola után, ugye, ha jól emlékszem, most egy picit össze-vissza ugrálok magam is, hogy akkor maga bekerült a új színházból került, a régi új színháznak a stúdiójából került a főiskolára. Igen, így van. Majd utána jött a rögtön a Nemzeti Igen, Színház, így, az igaz. Alföldi féle, ahol... Nem, aztán... a Jordán féle. Ja, még a Jordán Tamás igen. féle, akinek az osztályában járt. Igen, igen, igen. Jordán Lukács Andor osztály. Így van. Na látja, miket tudok én magát. Igen. És akkor onnan került aztán a Jordán féle, de a Jordán igazgatási nemzetibe, igen. de a Jordán ment, jött az Alföldi Robi. Így van. De az meg azt mondta magának, hogy Vera maga nekem nem kell. Így van. De miért mondta magának, Robi? Miért mondta a Sipos Verának, hogy nem kell? Biztos sok oka volt. Egyrészt hozott olyan fiatalokat, akikkel ő szeretett volna dolgozni, másrészt én nem is hiszem, hogy nagyon tudtam volna olyat mutatni neki, amiben az volt derült volna ki, hogy wow, ezt a lányt itt kell tartani. Picit sajnáltam, mert azt éreztem, hogy hogyha ad egy évet, akkor ebből egy tök jó munka közösség lett volna, vagy hogy én jól tudtam volna vele dolgozni, akkor ezt éreztem, de hát nem így alakult, úgyhogy mentem tovább. Ment tovább, és jöttem Miskolci? Igen. És akkor onnan miért ment tovább? Onnan a Forte szerelem miatt. Tehát ott elkezdtem Csabával dolgozni nyáron. Horváth Csabával. Ő hívott engem egy előadásban nyáron, és az akkora szerelem lett, hogy mikor a társulatba hívott, hogy gyere, Verocska, akkor mondtam, hogy persze. De Vera, az hogy van a Miskolci Nemzeti Színház, az egy olyan igazi kőszínház, mert nem tudom én mi, és akkor magát vonzák ezek a alternatív... Igen, nagyon. Kint egy picit beszélgettünk a büfében erről, hogy maga szeret közel játszani. Én mondtam, hogy én abban belehalok, hogy belelátnak a fogtömésembe, de akkor az valami egészen másfajta játékmodort igényel, ugye? Igen, illetve hát nem tudom, nekem... Borzasztóan szeretem a talált tereket, borzasztóan szeretem, hogy bárhol, tetőn, pincében, bármilyen térben lehet színházat csinálni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azt gondolom, hogy az a jó. Tehát például tavaly láttam a Mitemen a szlovénoktól egy olyan előadást, ami klasszik nagyszínpad, és olyan lenyűgöző élmény volt, hogy tehát nekem nincs egy ilyen, hogy akkor abban nem annyira szeretek, de szeretem az izgalmas közegeket, szeretem azt, amikor a néző egy méterre van, és valahogy ezek az energiák ennyire közel vannak egymáshoz. Úgyhogy ez engem mindig érdekelt, már a Nemzeti alatt is, akkor volt tápszínház, akkor volt Merlin még annó, mindig ilyen de itt arról beszéltünk, hogy lehet, hogy ez egy színészi lustaság, hogyha én föllépek az Erkel Színházban, ahol 1800 ember van, az energiák azért pozitív energiák összeadódnak, és vannak negatívok, de azokat elnyomja az a sokkal több pozitív. De hogyha egy 100 személyes színházban is beszéltünk egy bizonyos térről, ahol érezte maga is, hogy van, csak két ember nyomja a negatív energiákat, az baromira meg tudja zavarni az embert, hogy az ember oda szólna, hogy mi nem tetszik magának, miért nézi a rondába. Igen, igen, hát ez így is van. Nem fütyülök, nem is látom, hogy mit csinálnak. Igen. Igen, ez tényleg így van, és hát az is sokszor megtörténik, hogy ilyenkor az ember elkezd magában így küzdeni, hogy azért is szeretni fogtok, és akkor nagyon rosszul elkezd játszani. Vagy izzadságszagú lesz az egész, attól, hogy megfeleljen, vagy hogy... És akkor egyszer csak jön egy pont, amikor azt mondja az ember, hogy ó, hát akkor most nekik nem, és akkor a többiekkel megyek. De tényleg nagyon érezhetőek ezek az energiák, de fordítva is, tehát nekünk van tantermi előadásunk is, ami... Mindenki, akárkik. Az mi ez? Fölírtam egy tantermi előadás, hát gondolom, hogy mi, de hogy mi az? Igen, én nekem most kettő tantermi előadásom van, az egyik a Szociopoli, amit a Mentőcsónak Alapítvány csinált még régen, most a Gyerekesély Egyesület vette át. Ez a nagyon-nagyon kedves dolog a szívemnek, a Jurányi
inkubátorházban megy, és a nézők családokra oszlanak, és az a feladatuk, hogy kijöjjenek egy hónapban annyi pénzből, amennyi egy mély szegénységben élő családnak van, és annyiban interaktív a dolog, nem kell nekik szerepelni egyébként, hogy mi színészek a falunak a szereplői vagyunk, és különböző helyzetek elé állítjuk őket, így kapnak rezsi, csekket be kell fizetni, tehát van postás, van vállalkozó, van polgármester, van helyi Marika, és akkor tulajdonképpen belekerülnek egy ilyen egy hónapra, egy ilyen életbe, hogy tényleg ennyi pénzből kell megélni, bizonyos szituációk vannak, nyilván sűrítetten, tehát ez sűrítetten az élet, nem minden hónapban jön ennyi kiadás, van uzsorás, tehát ahogy az... Ez az önök részéről, tehát a színészek részéről. Igen. Ez egy improvizatív dolog. Annyiban kellene. Improvizatív, ami a nézőkkel történik, de egyébként a jeleneteink azok meg vannak írva. De annyiban, igen, folyamatosan improvizáció, hogy mindenki máshogy reagál, meg kell beszélni velük, van egy boltos, aki megbeszéli, hogy most hogyan akarnak bevásárolni, tehát folyamatos kommunikáció van velük. Ez baromi érdekes. Nagyon-nagyon érdekes, igen, és nagyon hatásos is jó esetben. De azért ott tényleg van olyan, hogyha voltunk Szolnokon egyszer, ahol azt hiszem, hogy egy munka, tehát hogy kötelező volt dolgozóknak ezen részt venni, és hát semmi kedvük nem volt. Tehát szinte kabátban ültek rossz kedvűen, hogy most nekik még 2,5 órát, amikor meghallották, hogy 2,5 óra ott, hát olyan arcokat lehetett látni, hogy az ember azt gondolta, hogy úristen. És akkor egyszer csak a felénél valahogy átfordult, és annyira belekerültek, hogy utána kérdezték, hogy hol lehet még, hogyan, nagyon, nagyon. Az meg az ellenkező élmény, amikor egyszer csak ebből a negatívból valami olyan pozitív lesz, hogy az embert alig eresztik el, hogy ez micsoda. De próbálok finoman fogalmazni vele, hogy maga egy... nem szeretik az okos színésznőket. Ez egy régi tapasztalat, ezt egy nagyon okos színésznő mondta, azt mondta nekem régen, hogyha lenézek a rendezőre, a rendező pontosan látja, hogy mekkora hülyének tartom őt, és akkor már nem szeret. De hogy maga egy okos színésznő, maga nem egyszerűen csak színésznő idézőbe téve, hanem maga egy nagyon gondolkodó, meg akkor író, meg mindenféle alkotó ember. Tehát azért próbálom megfejteni, nem fogom tudni megfejteni, hogy magának nem fél abba benne, hogy este eljátsza a Júliát, aztán kész, ugye? Nem, engem nagyon érdekel ez az egész, tehát és mindenfajta szegmense érdekel a színháznak, és ezért, amikor arra kértek, hogy csináljak egy előadáshoz mozgást, vagy koreográfiát, vagy ilyesmi, akkor azért is mondtam igen, mert borzasztóan szeretem kívülről is nézni, és tanulni azt, hogy ott mi történik. De ettől függetlenül én nem tartom magam koreográfusnak például semmiképp. Írni tényleg írok nagyon régóta, de arról is azt gondolom, hogy ez nem jelenti azt, hogy színpadra alkalmas dolgokat tudok írni. Most kiderült, hogy igen. Most ez számomra is egy öröm, hogy tud működni, de hát ez nyilván kell egy rendező. Tehát annak azért nagyon-nagyon örültem, hogy Sós Attila rendezi, és nem én. És ez... Mert azt nem tudnám bele. Rendeztem már egyszer egy mesedarabot, de azt hiszem a sajátomat így én nem tudtam volna megcsinálni. És az, hogy a verseket elolvassuk egy kötetben, az nem lesz, vagy lesz? Fent van a neten, most már van egy weboldalam, és akkor el lehet mondjam, olvasni. Mert akkor én nagyon nagy búvár vagyok, én ezt fogalmam, de akkor ezt meg fogom nézni. Igen, tehát, van, most még verasipos.org, amit elrontottam, mert állítólag orgot nem lehet használni magánszemélyeknek, majd az hú lesz, de most még verasipos.org, és akkor ott a saját ilyen személyes projektek alatt fönt vannak a versek, igen. Tehát akkor költő, koreográfus, nem? Zenész? Nem. 10 éves korában tanulni? Nem, semmi, sőt nem is vagyok egy, meg tudok szólaltatni harsonát, játszom is a Kiválasztottak című előadásban, de mindig is a muzikalitásom az sosem volt az erősség. Tehát jár, igen. Amit tudok énekelni, vagy azt nyilatkozni? Járok, vagy? Igen, nagyon szeretek járni. De és a tanár mit szól, jön a Vera, hát az borzasztó lesz, az egy óra. Vagy. Nem, szerintem bír. Hát az van, hogy nekem az sosem ment, és közben meg nagyon-nagyon szeretem a muzsikát, tehát minden fajta is féle muzsikát, ami minőségi, ez azt hiszem egy ilyen általános közhely, de mégis így van, akik mondják, hogy bármilyen zene legyen, csak jó, és szeretem, azért ez nem teljesen így van, de viszonylag az idők alatt azért valamelyest szofisztikált lett a zenei mondjuk paletta, amit hallgatok, és annyira zavart, hogy én közben nem tudok énekelni,
már a főiskolán hát, is, meg ugye ez egy színésznek egy ilyen nagyon, igen, de mégis ez egy mindig egy ilyen, jaj, egy félelem volt, igen, hogy ezért én saját magam miatt elkezdtem járni énekelni. Vera, az hogy van, én nekem mindig izgat, meg érdeklődöm, bár engem már annyira nem, de hogy fiatalabb kollégáknak, akik így vállalják a szabadúszást, bár nagyjából most már mindenki szabadon úszik, abban a pocskájában, amiben vagyunk, hogy ez egy izgalommal jár, hogy ma van nekem előadás, meg nem tudom, feladatom, és akkor lesz-e valami, elébb megy a dolgoknak, jelentkezik, bejelentkezik, vagy olyan összeköttetései vannak most értelemben véve már, vagy nem kell. Hát ez rettenetes egy élet, bizonyos szempontból. Én nem is tudom, hogy én ezt hogy csinálom. Soha nem megyek elé, szinte. Talán az Attila volt az első, akinek én írtam, hogy szeretnék vele dolgozni, mert ő engem nagyon érdekel, de egyébként szinte soha. És azt figyeltem meg, hogy az szokott lenni, hogy valaki hív, és az egy csapat, mondjuk Gólem Színház, vagy a Jurányiban egy-két produkcióban, és akkor egyik hozza a másikat. Tehát, hogy abban én nem bírok így jelentkezni, valószínűleg nagyon rosszul is csinálom. Tehát abban a pillanatban, ahol megpróbálom elmondani, hogy ne haragudj, én szeretnék veled dolgozni, ott mindenfajta tulajdonságom, ami az enyém, az elmúlik, és valami másik ember állott szerintem. Tehát ez nem azért megy nehezen, nem a kérés megy nehezen, hanem egyszerűen annyira furának érzem ezt a szituációt, hogy és hogy ebből a itt vagyok, ott vagyokból kilépjen, az nem jutott eszébe, hogy egy igazi nagy színházban azt mondja, hát ennyi mindent letettem az asztalra, kicsit koreográfus, kicsit költi, kicsit írok egy drámát maguknak. Szóval, hogy nem gondolt nagy színházat? Most nem idézem hülyesen nagy színház, szóval, hogy olyan igazi kőszínházra. Most nagyon furát fogok lehet mondani, vagy lehet, hogy bántót, hogy kétségbeesésemben gondoltam. Amikor azt gondoltam, hogy egy havi fizetés az nagyon, nagyon jól jönne, vagy egy stabil csapat, igen, mondjuk. De bárhova viszont nem, és a csapat azt meg valahogy mindig megadja az ég. Tehát, hogy most például a Trojk, tehát egy olyan közösséget, amiben jól érzem magam, és azt gondolom, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Csak aztán fájó, amikor annak úgy vége. Nagyon fájó, igen. Után, igen. Ez nagyon fájó, de úgy tűnik azért, mi még fogunk együtt dolgozni, és azért mégiscsak ebben a nagy szabadúszásban vannak fix emberek, akikkel vannak hasonló. Tehát úgy egy évben, két évben mindig találkozunk, mondjuk én a Bánki Gergő például, akivel rendszeresen, szinte minden évben valamiben így összefutunk. Úgyhogy van egy előadás, az a másik tantermi előadásunk, a Kérsz Teát, ami egy a női zaklatással foglalkozó témára készült, még bőven a MeToo kampány előtt. Igen, ezt én felírtam magamnak, hogy ráéreztek valamire, vagy pedig, és ez kinek az ötlete volt, Vera, magáé, vagy pedig? Nem, ez a Paulik Móni nevű hölgy ötlete volt, aki a Nanéval összeköttetésben, mikor a gólyatábori botrányok, és két igen, ilyen iskolai botrány kikerült, akkor az angol rendőrség csinált egy pálcika rajzot arra, hogy végül is, ha a barátnőm vagy a kedvesen párom nemtől függetlenül mondjuk sokat iszik, vagy rosszul lesz, akkor nem fogom a pohár teát ledönteni a torkán. És hogy miért van ez más, hogy a szexel, hogyha ebben ez ennyire egyértelmű. És ez egy nagyon szellemes, ilyen kétperces kis rajz volt. És akkor erre pattant ki a fejéből az ötlet, hogy erre kéne csinálni egy ilyen figyelemfelkeltő társadalmi célú előadást tulajdonképpen, amit el lehetne vinni iskolákba. És ez arra készült, tehát az ő ötlete volt, ő kereste meg Bánki Gergőt, és a Gergő meg engem. És akkor így kezdtünk el együtt dolgozni a Nanéval, akiktől kaptunk egy nagy listát, hogy mi számít zaklatásnak. Ott nagyon meglepődtünk, hogy ennyi minden, és hogy mennyire nincs ez benne az emberek köztudatában, és nyilván ez egy nagyon nehéz téma, de a MeToo után meg aztán végképp. És az is ilyen interaktív, tehát bevonták ott is, vagy pedig Nem, ott van egy 45 perces előadás, most már 50, kicsit bővítettük, hogy valamennyire a MeToo-hoz is kapcsolódjon, tehát azok az a kérdésekhez, amit az vetett föl. Egy-két jelenettel kicsit bonyolultabbra írtuk, inkább ezt mondanám, és utána van egy feldolgozó beszélgetés egy szakemberrel a nézőknek. Akkor azt mondta nekem 10 órakor Sipos Vera, aki a vendégem, hogy nem sok ez, hogy költőíró, koreográfus, színésznő, csak színésznő, de kezd összeállni Sipos Vera. Vele folytatom.
Shopska. Kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Gál Völgyi János. És nem egyedül várom önöket, hanem Sipos Vera művésznővel. Akkor így. Jó, ez így vele? Igen, ez így nagyon jó. Akkor ott fejeztük be, hogy független színház, és azt mondtam magának vele itt a hírek alatt, hogy engem borzasztóan bosszant, vagy nem tudom, hogy jogosan vagyok talán, hogy nem lehet tudni arról, hogy mit csinálnak maguk, és ne arra ugyan ezért, hogy többet számot mondom, hogy ennek mi lehet, vagy nem zavaró ez, vagy nem hiányolják azt, hogy nagyobb népszerűségük legyen. Azoknak, akik az alternatív szférában dolgoznak. Igen. Kitűnő előadások vannak, és az ember úgy véletlen rábukkal rácsodálkozik. Én vagyok olyan hülye, hogy mondom, hogy tessék, mert azt mondja, de hol van? Például kiírtam magamnak, hogy Holt 21 HPS, és amikor kultúrszalon, mondom, ez valami titkos kód lehet, Hold, H-O-L-D, mi lehet a megfejlesztés? Akkor most azt mondta, hogy Hold utca 21, igen. HPS ez mi? A reklám, ők egy reklámügynökség van ebben a házban, tehát ők egy reklámügynökség, akik amikor a TAU ügyekkel jöttek ezek a problémák a független társulatoknak, akkor azt találták ki, hogy ez ebben a gyönyörű épületben, ami tényleg egy gyönyörű épület, tehát még fából van a lépcső is és minden, van egy fantasztikus régi bálterem, hogy hát ez egy bank lehetett, nem tudom, hogy ott ez melyik, milyen tér volt, és hogy a Hold utcában, igen, ez magára az örök mécsesre néz, tehát ezek az ablakok, a negyedik emeleten, és tényleg egy gyönyörű hely, és ők ingyen és bérmentve kiadják független társulatoknak, hogy ezzel segítik ezt a dolgot, és egy picit bele is akartak, gondolom, kerülni ebbe a színházi körforgásba, és a Hajdú Szabéknak, az Ernánáik Farkaséknál nyitott meg a szalon december 27-én, azt hiszem. Az egy befogadott előadás, aztán oda került a Kálmán nap, azt hiszem ott próbáltak az Ördög Tamásék az Árvácskával, és azokat nem ott játsszák, az Ernánáik Farkaséknál Kálmán nap ott vannak, és mi voltunk az első saját bemutatójuk, tehát ami már egy velük való koprodukció. Ez a bizonyos fizikai színház. Ez a bizonyos Silence Book fizikai színházi képek kezdőknek és haladóknak, tehát nagyon új a hely, úgyhogy még azért sem kerül be a köztudatba, de egyébként nekem nincs ilyen érzésem, hogy nem tudnak rólunk. Szóval azt gondolom, hogy akit érdekel a színház, azért a Trojka neve, az kezd egyre jobban a köztudatban benne lenni, és szájhagyomány útján terjednek ezek a dolgok, hogy hova kell elmenni. Nyilván annyira sok színház van, és annyira sok csapat, és annyira sok előadás, hogy nem lehet mindent felfedezni a Facebookon, és az Instagramon, és különböző oldalakon. Nyilván az utca embere, hogyha megkérdezzük, akkor fogalma nem lesz, ja, hogyha azt mondjuk, a hogy Trojka van, amíg meg ha valamennyire a színházakat, igen. De hát ezen én már túl vagyok, hogy ez a mi korosztályunk az nem feltétlenül, vagy amit én csinálok, tehát hogy ez egy
ez egy olyan dolog, hogy én ezt választottam, hogy ez engem ez érdekel, tehát ez az is jár, hogy nem, ezzel az jár, hogy nem fognak az utcán megismerni, és azt mondani, de hogy... De ez nem hiányzik vele. Néha megismernek a sorozat miatt, de... Milyen sorozat? A Csak Színház a sorozatban lévő titkárnő szerepe miatt néha megismernek, de olyan is volt már, hogy a színház miatt ismertek meg, és akkor ott az ember kicsit meglepődik, mert ugye ez annyira nem... nem a mindennapok része, de hogy ez nekem nem hiányzik így, tehát egyszer kérdezte tőlem egy menedzser, hogy de hogy akkor mi az igazi sikerélmény, és akkor pont azt mondtam, hogy nekem egy előadás után volt pont egy szociopoli, ami után megrohamoztak 4-5-en körbeálltak, hogy úristen, de csodálatos volt Vera, és hogy hol láthatjuk még, és mondtam, hogy nekem ez, tehát nincs ilyen vágyam, hogy ünnepelt sztár legyek valahol, inkább szeretek jó színházat nézni is, és csinálni is. A kis Sipos Vera, az a kis édes Sipos Vera. Amikor kislány volt, akkor ilyennek képzel, ezt nem képzelhette el, hogy egy pincében játszik, vagy egy negyedik emeleten. Mit, volt valami elképzelés Vera? Én csak azt tudom, én színésznő akarok lenni, de hogy hol, milyen formában, ezeket nem képzeltem. De mit fedett ez a szó, hogy színésznő magán? Hát gondolom, látott valaki egy nagy színésznőt, vagy azt mondta, hogy olyan szeretnék lenni, mint, vagy nem tudom én, vagy... Voltak ilyen kedvenceim, meg sokat néztem a tévét, még akkor a színházi közvetítéseket, tehát tudom, hogy vannak ilyen ikonikus emberek, akiket néztem, vagy amit többször megnéztem. Nyilván azt viszonylag hamar vagy valahogy azt hiszem, hogy elég korán kialakult bennem egy ilyen önreflexió, tehát körülbelül láttam, hogy így én nem én fogok Júliákat játszani. De miért nem? Nem tudom, valahogy ez. Ezt már úgy láttam, hogy milyen. Nem működik, de hát maga egy borzasztó csinos, egy szép nő, hát miért ne játszom? Igen, de valahogy ez a hambasság, vagy nem tudom, azt úgy valahogy éreztem, hogy... Vagy az irónia, vagy nem tudom, szóval hogy nem feltétlenül ez lesz az én utam, de onnantól nem terveztem. Meg aztán nem is gondoltam egy ideig, hogy feltétlenül színésznek kell lenni, akkor kitaláltam mindenféléket, de hát aztán csak-csak egymás után új színház, Hogy maga hűtlenkedett? Nem, hanem hogy elkezdtem egy székesfehérvári társulatnál diákszín játszani, a Péntek 3 teátrumnál, és onnan nem vettek föl olyan embereket, akikről azt gondoltam, hogy hát ha valaki tehetséges, akkor... És akkor ott volt egy komoly egy év, gimnázium harmadik évben, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy meg se próbálom, mert hát ha őt nem, akkor biztos, hogy nem. Csak aztán mégis elmentem, mégiscsak érdekelt. És milyen volt a főiskola? Mert én gondolom, hogy az a főiskola, meg az a, tehát a Jordán Lukács osztályban más volt, mint az én koromban, a Kazimír Vámos, meg ez egy más korosztály teljesen. Biztos, főleg azt tekintve, hogy sem a Tamás, sem az Andor nem jártak főiskolára, tehát egy teljesen igen, más igen. koncepcióval érkeztek, igen. mint ami addig mondjuk a hagyományos színészképzés volt, tehát egyáltalán nem azokat csináltuk vizsgáknak, amiket előttünk csináltak és utánunk. Például az első egy évünk végén az évvégi vizsga az egy teljesen rendhagyó vizsga volt. Az Andornál egy órán keresztül gyalogoltunk a tornateremben az egyik végéből a teremnek a másik végéig, és közbe hangoztak el személyes szövegek, amiket mi írtunk, és kórusmű, amit együtt énekeltünk, tehát az egész csapat. Tehát egy óra alatt kellett elérnünk a terem egyik végéből a másik végébe, és ez alatt mondtunk monológokat, tehát úgy meg lehetett minket figyelni, egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt, de egyáltalán nem gondolta még az Andor, hogy most valami produkciót kell itt létrehozni, inkább az együttlélegzést, a egymás megismerését, ki milyen, tehát lássuk meg, hogy ki milyen figura. A Tamásnál pedig egy szintén nagyon izgalmas dolog volt, hogy egy olyan témáról, ami mindenkit érdekelt, letett egy diktafont a terem közepére, és elkezdtünk erről beszélgetni, és ugye heves vita alakult ki egy idő után, ami nagyon sokan voltunk, 22-en ez hozzátartozik. 22-en, igen. Tehát nagyon-nagyon sokan voltunk. Hányan maradt, pályán? 20-an. 19-en. Az igen. Igen. És mindenki 10-es. Saját döntéséből, tehát valaki elment Londonba, és ott is, vagy Angliába, aztán most Edinburgh-ban él, de ott is színészkedik, csak mellette dolgozik mást. Van, aki inkább gyerekeket nevel, és most éppen nem színészkedik, de ki tudja,
hogy hogyan lesz ez. Na most ott tartod, letetted diktafon. És akkor letette ezt a diktafon, mi elkezdtünk nagyon hevesen vitázni dolgokról, és aztán ezt leírt, tehát valahogy tulajdonképpen a papírra került ez a vita, igen, tehát valaki leírta, és utána összekeverte a szerepeket, tehát nekem mondjuk, aki azt mondtam, hogy nem erről se a dolog, akkor nem azt kaptam, hanem valami saját magamitól teljesen eltérő dologgal kellett hevesen érvelnem a többiek szerint, és ezt egy ilyen ötször, tehát ilyen öt részre osztotta, úgyhogy mindenki volt mindenki. Tehát tulajdonképpen ez is egy teljesen hitelesen el kellett mondanom, amivel én egyáltalán nem értettem egyet mondjuk egy osztálytársam szavaival. És Júliával találkozott? Júliával, aki mondta, hogy... Nem. De volt Shakespeare, vagy klasszikus? Persze, volt, hogyne, volt Hamlet. Azt csináltunk Csehovot. Tehát aztán később minden, csak ez az első év volt ilyen, ami egy nagyon rendhagyó dolog volt, szerintem. Rosszul érzem én, hogy azért ugye jött Miskolc, jött a nemzeti, meg kudarca, mindenféle, hogy azért van ebben a menekülésben valami olyan, hogy úgy elmentek ebben magának a ezektől igazi színházaktól? Nem, egyáltalán nem ment el. Tehát jól érzem magam, hogyha van egy ilyen... Inkább azt mondanám, hogy nagyon-nagyon érdekelt mindig, ami nem feltétlen a kőszínház, és én úgy érzem, hogy nagyon megkötném magát. Tehát, hogyha igen, most, hát aki ennyi mindent, ennyi felé tud nyitni, és ennyire nyitott minden felé, azt megkötném magam, most bemenjen, és akkor csak a Júliát játszol, vagy csak az Ofériát játszol, mert abban most mondja, hát mit lehet csinálni. Nem? Hát igen, lehet, nem tudom, nekem látom. Nincs ilyen, én valahogy elfogadtam ezt az utóbbi pár évben, hogy nem csörög a telefonom, hogy bizonyos kőszínházak tagja hát legyek. Most talán azért annyiszor elmondtam, igen, hogy hallgatja meg este az ismétlésben, rengetegen ülnek ott színigazgatók, hogy de nem jó, igen, nem, igen, nem akarom tehát, hogy ezt így nem hajtom, vagy nem keresem, abszolút csapatjátékos vagyok, szóval nem vagyok egyébként egy nagy magánzó. Tehát amin a legnehezebb dolog nekem benne, az a magányosság része, nagyon magányos dolog szabadúszni. És azt is kell mondanom, hogy az én döntésem volt, hogy ez lett. Tehát, hogy nem vagyok társulatnál, az én döntésem volt, valahogy annyira vitt a kíváncsiság, hogy mindenfélét csináljak, hogy abból lett ez a sok minden. Én meg kíváncsiságból kiírtam magamnak ezt a bábszínházat. Ezt miért írtam ki magamnak? Mert az nyilván egy különleges dolog ezen a palettán. A koreográfia az nekem úgy jött, hogy megkértek kollégák, barátok a bábszínházban, hogy segítsek megcsinálni a mozgás. Lévén nagyon sokáig fizikai színházas csapatban voltam, a fortettársulatban, és előtte is sokat tanultam azért mozogni, vagy így kifejezni dolgokat, hogy segítsek megcsinálni a mozgást, mert sok lesz a zene, sok lesz az egész egy ilyen nagyon, és hát ugye a bábnál ez nagyon fontos, de ez egy felnőtt előadás volt, és akkor akikkel dolgoztam, ők megkedveltek, és ők ajánlottak az Ellinger Edinának, aki akkor csinált az első rendezését, a Boriban is Anni Pannint, ami klasszikusan bábokkal, hát én ott ültem pislogva, hogy jesszusom, soha életemben nem dolgoztam bábokkal, de neki pont arra volt szüksége, hogy ne egy koreográfus jöjjön, aki kettőt jobbra, kettőt borra, itt megpordulsz, és ez van, hanem az egésznek egy ilyen mozgás világát ad. A bábot koreografálta, vagy pega? Igen, hát nyilván a bábot kell, hát nyilván nem őt, hanem a Bercsényi Petinek mondtam, hogy itt akkor ugorjon kettőt a medve, de hát tulajdonképpen a bábot kell, igen. Igen, igen, igen. És hát ez egy nekem olyan szempontból fantasztikus élmény volt, hogy elképesztő, hogy egy idő után az ember tényleg a bábot koreografálja. Ők nagyon röhögtek rajta, amikor mondtam, hogy át kéne szaladni akkor jobbról balra, és akkor a Peti nagyon röhögött, hogy aha, te azt, ahogy gondolod, tehát és akkor én mit csináljak szerinted? Tehát, hogy az úgy nem úgy van, hogy ja, ő átszalad egybe. Tehát, hogy ő, aki a mozgató, itt de dolgok, tehát a centiket találtak, igen, ki, hogy fogja átvenni a medvet, tehát ez nem úgy van, és akkor ott nagyon röhögtem magamon, hogy mondta, hogy én a habtestemmel akkor hova, mit gondolsz, hogy hol fogok repülni. De hát ez van, tehát egy idő után nagyon fantasztikus élmény lett. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a mozgás kenyerem nagyon-nagyon-nagyon
intenzív módon, és ezért ezeket a dolgokra igen mondok, és hát ez egy külön nagyon izgalmas dolog volt, hogy a bábok hogy mozognak, és hogy azt... Meg ez a bábszínház, az egy számomra egy olyan csodahely, hogy annyi minden plusz van benne, amit mi egyszerű földi halandunk egy színpadon nem tudunk megcsinálni. Igen, én is ezt gondolom. Igen. És hát fantasztikus színészek, szóval... Igen. Hát mindig... Például a Bercsényekről beszéltünk. Igen. Ugyancsak volt itt nálam eddénként. Igen. Nagyon-nagyon jó fej. Ő azt hiszem, hogy kicsit abba hagyja a bábozást, abba hagyta a bábozást. Igen, de hát mondjuk őt meg megkapjuk akkor, mint teljes értékű színész. Igen, hát mindegyik azt tulajdonképpen, igen. Mert ez egy régi hagyomány volt, hogy a kezemben volt a Böbe Baba, aztán én mindegy, hogy nézek meg, mit csinálok oda lent. Igen. Na jó, Vera, még akkor beszéljünk, mert ez a bizonyos darab, amit írt, nem írt, librettót írt, ennek nemrég volt a premierje. Igen, május 11-én volt a bemutatója, a Holt 21 HP-es kultúrszalomban. Na és milyen voltak, kérek szépen, egy egyszerű beszámolót, jó? Ne várjuk meg, amíg Bolta Gábor kritikát mondom, vagy tudom én, hanem mit mond? Én rettenetesen izgultam. De hát ez egy plusz izgalom, ami mondjuk nagyon érdekes módon a bemutató napján reggel tört rám egy rettegés, egy rémület, hogy mi lesz. De mivel játszom is benne, ezért ez estére átfordult egy klasszikus izgatottságá. Ez kinek a rémülete volt? A színésznő Siposveráé, vagy pedig az író? Inkább az írói. Inkább az írói, hogy ez igen. Valóban. Én egyébként nagyon, szóval azt gondoltam akkor is, nagyon bízom az Attilában és a csapatban is, szóval én láttam, hogy ez működik, de mégiscsak hát nem tudhattam, hogy ez erre hogy fognak reagálni. És igazából, ami miatt megírtam, vagy amelyet elkezdtük ezt csinálni, az volt, hogy én borzasztóan szeretem a hétköznapokat, vagy amikor nem történik semmi különös, és a hétköznapi párbeszédeket, és hogy a mögött mi van. És az volt a cél, hogy annak, aki eddig nem látott nagyon ilyen mozgásos színházat, vagy éppen nem egy hős drámát akar megnézni, amiben nagyon nagy dolgok történnek, bocsánat, és meghalnak, és nem tudom, mik történnek, tehát tényleg ilyen nagyon nagy tragédiák, hanem ilyen hétköznapi dolgok, ami velük is megtörténik, az föl lehet-e vinni színpadra, úgyhogy azért mégiscsak egy absztrakció lesz belőle. Ez illusztrálja? Tehát azt mondom, hogy ja Istenem, nem kaptam ma, nem tudom, újságot, majd holnap megve. És akkor ezt én illusztrálja utána, vagy Pegasus, hogy nem tudom elképzelni. Nagyon, nagyon, nagyon vegyesen, hogyha illusztrálja, közben elment a hangom, akkor az írónő. Tehát, hogy nagyon vegyesen, ugye ezzel nagyon, nagyon jól kell bánni, azt gondolom, nagyon ügyesen, hogy a megértés is benne legyen, és az absztrakció is benne legyen. Tehát ha nagyon kezemfeje, az borzalmasan unalmas. Tehát ha megmutatjuk, amit csinálunk, az adott esetben egy idő után így azt érzi az ember, a néző, hogy hülyének van nézve, tehát értem. De adott esetben azért nem... Azért ezek nem annyira hétköznapi, mégsem annyira hétköznapi párbeszédek. Jó, engem nagyon kicsit... érdekel vele. Szeretettel várunk mindenkit. Szerettem volna kiprovokálni, hogy meghívja. Mikorra tud meghívni? A hétfőn, most nem tudok konkrét dátumot mondani, hétfőn lesz kint a Trojka Facebook oldalán. A júniusi két dátum, és átmegy a jövő évadra is, tehát abban a pillanatban, ahogy azt megtudjuk, abban a pillanatban ez kint lesz. Azt hiszem, egyébként ilyen tervezett időpontok vannak, június eleje, közepe, ilyesmi, de tényleg nem akarok, mert lehet, jó, hogy nem. Ha nem június 3, hanem június 5, akkor most rosszat mondtam. De szeptember, október, november menni fog. Igen, így hiszen van. Gondolom, hogy a Trojka most ugye a TAO miatt, hát ez szép nagy összeget kapott. És... Hatalmasat, igen, nem is tudjuk, hogy költsük el. A hatszoros, hétszeresét annak mondtam. Igen. Apró viccet félretéve sajnos, és nem vicc, és borzasztó. Szóval mi van TAO ügyben, ez befolyásolja önöket, vagy pedig nem? Megmondom őszintén, hogy nem tudom. Én januárban, februárban lejöttem erről a témáról, tehát úgy könyveltem el, hogy nincs. Nem tudom, hogy a Trojka... Trojka azt hiszem alapítvány, tehát nekik nem is... Ja, nem mert csak nem is élnek a TAO-val. Hogy vagy, tehát, mi van a TAO-val, ezt már... Igen, tehát azt hiszem, és nincs állandó helye, úgyhogy ezekre a csapatokra azt hiszem, ez nem vonatkozik. Én ahogy tudom, már az Attila már nem pályázik, hanem Sós Attila nem pályázik, hanem támogatók vannak, és... Értem. És az alapítvány megpróbál működni.
Én azért figyelek rám, engem sem érint. Engem személy szerint a Tao nem érint, mert életemben nem taoztam, sok Taoval találkoztam, de Taoz nem taoztam. De van egy-két olyan kedvenc, hát nem olyan sok, de mondjuk nagyon érdekel, hogy mi van Pintér Bélával, meg egyáltalán. Ez nem jelenti azt, hogy engem nem érdekel, nagyon érdekel. Világos, hogy mondta a nyarat. Én annyit elárulhatok őről, hogyha akarják Sipos Frát látni, akkor egy nagyon helyes robogón közlekedik. Ember meg nem ismeri, mert itt, amikor megérkezett, leszállt, de, hát olyan, úgy néz ki, mint egy nő, de aztán bukósisakbát fogalmam nem. Szóval ez volt Sipos Frát. Hogy mi a nyár magának vele, vagy van egyáltalán nyár egy olyan nőnek, aki ennyi felé tud szétágazni, mint maga? Persze, van nyár, mert én nagyon szentimentálisan mondva, én nekem nyár van. Tehát, hogy én bennem nyár van, amikor nyár van. Az lenne, hogy bárhol is vagyok. De nem, hanem, hogy tényleg megélem a nyarat, akkor is, ha dolgozom. De amikor nem arra szíroztam, hogy van-e olyan, hogy azt mondja, hogy most azért kicsit... Persze. Tehát miből áll magánál? Mert nem tudom maga, hogy kifekszik a tengerpartra, és akkor napozik. Itt, de nagyon tengeres vagyok. Na, tehát utazós tengeres. Tavaly nem jött össze, hogy de szeptember vagy októberben el tudtam menni a barátnőm Marseille-ben én is hozzá, és akkor ott még fürödtem és úsztam, tehát nagyon tengermániás vagyok. De és akkor vagy ki Balaton. Tud maga úgy kapcsolódni, mert van olyan ismerősöm, aki fél órát tud, és azt, na most már valamit már csinálni kell, vagy pedig... Nem feltétlenül vagyok én se az, hogy aki döglik a tengerparton is napokat, de azért a sok-sok munka után jól tud esni, hogy tényleg semmit nem csinálni, tehát nem egy ilyen kifekvős napozós vagyok, de azért tudom azt is egy fél napig csinálni. Én elég jól tudok pihenni egy-két nap alatt is, tehát gyorsan át tudom kapcsolni magam, hogy akkor most tényleg egy ilyen relaxációban is azt a Balaton is meg tudja adni, vagy hát, egy barátnál egy kertben. Csak az nagyon gazdagnak kell lenni, hát igen, érzem, mert megengedje magának igen, a Balaton. Igen. Vannak ismerősök, és akkor a gazdag ismerősök házában nem. De hogy tényleg ilyen kollégák, barátokkal, hogyha tudunk egy-két napot eltölteni családban. Jó, akkor még egy mondat szakmára, mert nem vége van már mindjárt beszélgetésnek pedig, hogy ugye most megvolt ez a bemutató, aztán ez megy, akkor nyára megy, de van-e valami újabb? Sipos Fara művésznő fejében, az írónő fejében. Igen, rögtön most május végén. Igen? Igen, lesz a Verk Akadémia felkérésére egy vizsga előadást csinálunk, szintén Sós Attila rendezi a Csáth Géza egy elmebeteg nő naplójából, ez most 27-28-án lesz egy keresztmetszet. De mondj, ez, tudja, hogy hány éve, volt egy, majd megmondom már, melyik művésznek ajánlottam, körülbelül 20 évvel ezelőtt, azt sem tudták ki a Csáth Géza. Igen. Igen, és az lesz most a Stúdiókában 27-28-án. Május 27-28. Igen. És, de maga csinálja vele? Én játszom, és Attila rendezi, igen. Sós Attila, mert ezt előbb is elrontottam. Jó, én azért mondom, de mindig beszélünk nevekről. Persze, mindig tudni kell. Igen, tehát Sós Attila rendez. A hallgatom otthon is, más szakmáról van szó, mondom, de milyen Gézáról beszélnek, és akkor ütni tudnék otthon, de hál' Isten nincs a közelben senki. Sipos Vera volt az én vendégem, és nagyon örültem, hogy picit megismertem azt a Sipos Verát, aki nekem nagyon-nagyon tetszett szakmailag, meg egyáltalán pár évvel ezelőtt, és egy nagyon jó úton van maga Vera, hála jó Istennek. Hát köszönöm, remélem így van. Akkor, ahogy mondta Kádár, csak előre, tovább, ezen az úton. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm Sipos Verának.